A fél óra még nem telt le, amikor ötöt ütött az óra. A tanítás véget ért, a növendékek átözönlöttek az ebédlőbe teázni. Én is lemertem ereszkedni a pellengérről. Sötét volt már, egy sarokba bújtam és lekuporodtam a padlóra. Ellen mosolyának varázslata, amely idáig tartotta bennem a lelket, kezdett fosztadozni, annyira elkeseredtem, hogy arccal a földre borulva sírtam. Ellen Burns nem volt mellettem, nem volt, amibe kapaszkodjam, elhagytam magam és szabad folyást engedtem könnyeimnek. Hiszen én jó akarok lenni, igyekezni akartam Lovewoodban, barátokat akartam szerezni, ki akartam érdemelni, hogy tiszteljenek és szeressenek. Már idáig is szép eredményt értem el. Miss Miller még ma reggel is melegen megdicsért. Azt mondta, én vagyok az első az osztályban. Miss Temple is elismerően mosolygott rám. Megígérte, hogy rajzolni tanít, és hogy franciául is tanulhatok, ha még 2 hónapon át nem lesz ellenem kifogás. Társaim is kedvesen fogadtak, magukkal egyenrangúnak tartottak, senki sem bántott. És most megint ide jutottam, eltiportak, tönkretettek. Vajon fel tudok-e kelni még valaha? Soha, gondoltam, ezt többé nem lehet kiheverni, bár meghalnék. Mialatt zokogva tördeltem magam elé ezeket a szavakat, lépéseket hallottam. Felriadtam. Megint Ellen Burns jött oda hozzám. A hunyó barázs fényében éppen hogy felismertem a hosszú termen át közeledő alakját. Kávét és kenyeret hozott. Gyere, egyél egy kicsit. Mondta, de én félretoltam a kenyeret és a kávét. Úgy éreztem megfulladok, ha csak egy morzsát, egy kortyot is megpróbálok lenyelni. Ellen szemmel láthatóan meglepődött. Bárhogy szerettem volna, most már nem tudtam erőt venni magamon. Hangosan zokogtam. Leült mellém a földre, karjával átfogta a térdét és ráhajtotta a fejét. Némán is mozdulatlanul kuporgott, mint valami hindu. Én szólaltam meg elsőnek. Miért állsz szóba egy olyan lánnyal, Ellen, akiről mindenki azt hiszi, hogy hazudik? Azt mondod, Jane, hogy mindenki. Hiszen az intézetnek csak 80 növendéke van. A világ pedig sok 100 millió emberből áll. Bánom is én a milliókat. Az a fontos, hogy a 80, akit ismerek, megvet. Tévedsz, Jane. Valószínű, hogy senki sincs az intézetben, aki lenéz vagy utál. Sőt, biztos vagyok benne, hogy a legtöbben nagyon sajnálnak. Hogy sajnálhatnának azok után, amiket Mr. Blackhurst mondott rólam? Mr. Blackhurst nem csalhatatlan. Még csak nem is nagy ember. Kevesen tisztelik és szeretik. Soha nem is igyekezett megkedveltetni magát. Ha úgy bánik veled, mint kivételezett kedvencével, alig ha nem sok ellenséget szereztél volna. Nyíltan vagy burkoltan, mindenki ellened fordult volna. Hidd el, azok után, amit Mr. Blackhurst mondott rólad, a többség nyíltan melléd állna, ha merne. Lehet, hogy a tanítónők és a növendékek egy-két napig hidegebben fognak bánni veled, de meg vagyok győződve róla, hogy szívük mélyén veled éreznek. És ha továbbra is olyan jó és kedves leszel, még nagyobb szeretettel vesznek majd körül. Különben is, Jane. Ellen elhallgatott. Mit akartál még mondani? Kérdeztem és megfogtam a kezét. Gyöngéden megdörzsölte fázó ujjaimat, hogy fölmelegedjenek, aztán így folytatta. Ha az egész világ gyűlöl és rosszat hisz rólad, de a lelkiismereted tiszta, sohasem leszel egyedül. Nekem az nem elég, hogy a lelkiismeretem tiszta legyen. Ha nem szeretnek, én nem kívánok élni. Nem bírom elviselni a magányosságot, Ellen, sem azt, hogy gyűlöljenek. Mondok neked valamit. Azért, hogy te szeress engem, vagy Miss Temple, vagy bárki más, akihez őszintén ragaszkodom, szeressen. Szívesen eltörném a karomat, vagy eltörném, hogy egy bika felökleljen, vagy odaállnék egy vad ló elé, és nem bánnám, ha mellbe rúg, vagy... Ne folytasd, Jane. Te túlságosan sokra becsülöd a szeretetet. Ösztöneidnek engedelmeskedel, nagyon is heves vagy. Pedig a mindenható kéz, amely megteremtett és életet öntött beléd, más értékekkel is megajándékozott, nem csak esendő testi éneddel, és nem csak hozzád hasonló, gyönge emberek szeretetével. Ezen a földön túl és az embereken túl van egy láthatatlan világ, a lelkek birodalma. És ezek a lelkek vigyáznak ránk, mert ez a feladatuk.
s ha szégyenben és gyötrelemben kellene elpusztulnunk, ha mindenki megvetne minket, ha mindenfelől gyűlölet venne körül, az angyalok látnák kínjainkat, és látnák ártatlanságunkat. Ha ártatlanok vagyunk, és én tudom, hogy te mentes vagy azoktól a bűnöktől, amelyeket Mr. Blackhurst Mrs. Reed-től hallott, és szajkó módra a fejedre olvasott, nyílt homlokodról és nyílt tekintetedből én kiolvasom, hogy őszinte természet vagy, és mihelyt lelkünk elválik testünktől, Isten bőségesen megjutalmaz minden földi szenvedésért. Mire való hát kétségbe esni, mikor a földi élet olyan rövid, és a halál az örök boldogság kapuja? Hallgattam. Ellen megnyugtatott, de ebben a nyugalomban volt valami kimondhatatlan szomorúság. Nem tudtam, honnan ered ez a szomorúság. Mikor Ellen elhallgatott, lélegzése kissé meggyorsult és szárazon köhögött. Egyszerre megfeledkeztem a magam bajáról, és magam sem tudom miért, Ellenért aggódtam. Fejemet Ellen vállán pihentettem, átöleltem a derekát, ő magához szorított, és egy darabig mindketten hallgattunk. Nem sokáig, mert megint bejött valaki a terembe. A feltámadó szél éppen elkergetett néhány sötét felhőt, a holdtányérja elől, és az ablakon át a holdfény ránk esett, és megvilágította a közeledő alakot is, Miss Templét. Érted jöttem, Jane Eyre, mondta, gyere föl a szobámba, és minthogy Ellen Burns is itt van, jöjjön fel ő is. Az igazgatónő kanyargós folyosókon vezetett minket, s végre eljutottunk a szobájába, amely egy emelettel följebb volt. Odabenn barátságos tűz pattogott a kandallóban, Ellent egy alacsony karosszékbe ültette Miss Temple. A kandalló mellé ő maga a másik oldalra telepedett, s engem is odahívott. Na, most már minden rendben van, ugye? Kérdezte arcomba nézve, kisírtad magad? Azt hiszem, soha nem tudom alaposan kisírni magam. Miért nem? Mert olyan igazságtalanul vádoltak, és most madám is, meg a többiek is mind azt hiszik, hogy én gonosz vagyok. Azt fogjuk hinni, amit a tulajdon szemünkkel látunk. Ha továbbra is jó gyermek maradsz, kislányom, semmi kifogásunk nem lesz ellened. Igazán, Miss Temple? Hát persze, mondta és átölelt. És most mondd el nekem szépen, ki az a hölgy, akit Mr. Lagerhurst jótevődnek nevezett. Az a nagybátyám felesége, Mrs. Reed. Nagybátyám meghalt, és halálos ágyán a felesége gondjaira bízott. Tehát Mrs. Reed nem a maga jó szántából fogadott örökbe? Nem, asszonyom. Nem szívesen tartott a házban, de a cselédségtől gyakran hallottam, hogy nagybátyám halála előtt megfogadtatta vele, hogy nem hagy el engem. Tudnod kell, Jane, és ha nem tudod, hát én most megmondom neked, hogy akit vádolnak, annak joga van védekezni. Téged hazudozással, kétszínűséggel vádolnak. Most védd meg magad, ahogyan tudod. Mondj el mindent, amire emlékszel, de az igazat mondd, csak az igazat, ne tégy hozzá, és ne túlozz el semmit. Szívem mélyen elhatároztam, hogy nagyon őszinte, nagyon tárgyilagos leszek. Néhány percig gondolkoztam, hogy elrendezzem mondani valómat, azután elmeséltem Miss Templének szomorú gyermekkorom történetét. Minthogy a felindulás kimerített, sokkal csendesebben és higgadtabban adtam elő a történeteket, mint máskor szoktam. Ellen figyelmeztetéseit is megszívleltem, és nem engedtem szabad folyást keserű érzelmeimnek. Így leegyszerűsítve és ilyen fegyelmezetten előadva sokkal hihetőbbnek hangzott. Beszéd közben éreztem, hogy Miss Temple teljesen hitelt ad szavaimnak. Megemlítettem Mr. Lloyd a gyógyszerész nevét is, hiszen őt hívták el hozzám, mikor rosszul lettem. Az a szörnyű délután, amelyet a vörösszobában döldöttem, még élénken élt az emlékezetemben. Azt hiszem, amikor annak a délutánnak a borzalmait meséltem Miss Templének, nem tudtam eléggé fegyelmezni magamat. Nem, az soha nem lehet elfelejteni, milyen kegyetlen volt Mrs. Reed, amikor kétségbe esetten könyörögtem, hogy bocsásson meg. Ahelyett, hogy megbocsájtott volna, másodszor is rám zárta az ajtót.
Ez az emlék még most is hasmarokkal szorította a szívemet. Végére értem a történetnek. Miss Temple néhány pillanatig szótlanul nézett rám, aztán így szólt. Ismerem Mr. Lloydot, majd írok neki. Ha ő megerősíti azt, amit te most elmondtál nekem, nyilvánosan is fölmentünk a vád alól. Én már most is hiszek neked. Tudom, hogy ártatlan vagy. Megcsogolt és nem engedett el maga mellől. Aminek nagyon örültem, mert gyermekes örömöm telt abban, hogy arcában, fehér homlokában, szép hajában, ragyogó szemében, ruhájában ilyen közelről gyönyörködhetem. Miss Temple azután Ellen Burns-höz fordult. Ma hogy érzed magad, Ellen? Sokat köhögtél. Azt hiszem, kevesebbet, mint máskor, madám. És az a fájdalom a mellettben enyhült? Igen, az is enyhült. Miss Temple fölállt, megfogta Ellen kezét, kitapogatta az érvelését, aztán sóhajtva visszaült a helyére. Egy darabig elgondolkozva nézett maga elé, aztán megint fölállt és kedvesen így szólt. Ti ketten ma az én vendégeim vagytok. Illő, hogy megvendégeljetek titeket. Csöngetett. Barbara? Mondta a belépő szobalánynak. Én még nem teáztam. Hozd föl a teámat is, hozzál két csészét a kisasszonyoknak is. Barbara csak hamar visszajött a tálcával. Milyen szépnek láttam a porcelán csészéket, a teáskannát azon a kis kerekasztalon a kandalló mellett. Milyen illatos volt a tea, és milyen ízletes a pirított kenyér. Sajnos, mert kezdtem nagyon éhes lenni, a pirított kenyérből igen szűken mért adag került a tálcára. Ezt Miss Temple is észrevette. Nem hozhatnál még egy kis kenyeret és vajat, Barbara? Hárman vagyunk, ez kevés. Barbara kiment, de rövidesen visszatért. Kérem szépen, madám, Mrs. Harden azt mondja, hogy ő annyit küldött föl, amennyit máskor szokott. Tudnélik, Mrs. Harden volt a házvezetőnő. Mike pedig olyan házvezetőnő, amilyet Mr. Buckhurst szeretett. Neki is kő volt a szíve helyén. Rendben van, Barbara, mondta Miss Temple, majd csak megleszünk valahogy. És amikor a lány kiment, mosolyogva hozzátette. Szerencsére most az egyszer van, miből pótolni az uzsonna hiányait. Mindkettőnket az asztalhoz ültetett, elintett egy-egy csésze párolgó teát, egy-egy falat finom pirítost, aztán egy fiókból fehér papírosba csomagolt jókora darab köménymagos süteményt vett elő. Azt akartam, hogy ezt vigyétek magatokkal, mondta, de minthogy a pirítos olyan kevés, megeszitek a teához. Vastag szeleteket vágott a süteményből. Mintha csak nektárt és ambróziát lakmároztunk volna ezen az estén, és az élvezetet még növelte Miss Temple. Boldog mosolya. Láttuk, mennyire örül, hogy az ő jóvoltából ilyen fejedelmi lakomával csillapíthatjuk farkas étvágyunkat. Miután jól laktunk, megint visszaültünk a tűz mellé. Ő kettőnk között helyezkedett el, és Ellennel beszélgetett. Élvezet volt ezt a beszélgetést végighallgatni. Miss Temple lényében volt valami derűs komolyság, valami méltóság, beszédmodora is finom volt, soha nem beszélt hevesen, izgatottan. Az ember gyönyörködve, de egyszer s mint tisztelettel nézte és hallgatta őt. Ami pedig Ellent illeti, nem győztem csodálkozni rajta. A kitűnő uzsonna, a pattogó tűz, szeretett tanítónőjének jelenléte és kedvessége, vagy talán mindennél inkább a saját szabadjára eresztett gondolatai, mintha fölébresztették volna szunnyadó képességeit. Arcát még eddig mindig sápatnak, vértelennek láttam. Most szinte lobogva tüzelt az arca, szeme nedves fényben csillogott. Olykor szinte szemnek láttam Ellen szemét, mint Miss Temple-jét. És nem is a színe tette szépé, nem is a hosszú szempillák vagy a finom rajzú szemüldök, hanem az értelem, a megindultság, amely belőle sugárzott. Lelke kiült az ajkára, ömlött belőle a szó, hogy milyen forrásból azt nem tudnám megmondani. Honnan merítheti egy 14 éves kislány a tömör, kifejező lelke szavaknak ezt a kristálytiszta csobogását? Ellen úgy beszélt, úgy szónokolt ezen a számomra oly annyira emlékezetes estén,
mintha negyed órák alatt akarnám mindazt elmondani, amit mások egy hosszú élet alatt is képtelenek közölni. Olyasmiről beszéltek, amiről nekem sejtelmem sem volt. Nemzetekről és elmúlt időkről, távoli országokról, a természet feltárt vagy még csak feltárandó titkairól, könyvekről beszéltek. Ó, mennyi könyvet olvastak, milyen sokat tudtak, s milyen járatosak voltak a francia nevek és írók között. De bámulatom akkor emelkedett tetőfokára, amikor Miss Temple azt kérdezte, tud-e még valamit a latin nyelvből, amelyre apja tanította. Miss Temple ekkor levett egy könyvet a polcról, és felszólította Ellent, olvasson el és fordítson le egy lapot Vergiliusból. Hódoló tiszteletem minden sornál magasabbra hágott. Alig, hogy Vergiliusszal végzett, lefekvésre csöngettek. Mennünk kellett. Miss Temple mindkettőnket megcsókolt, s miközben szívére vont, így búcsúzott tőlünk. Isten áldjon meg gyermekeim! Ellent kissé hosszabban ölelte át, mint engem, és nehezebben eresztette el. Tekintete Ellent követte az ajtóig, Ellen miatt sóhajtott fel szomorúan, és ő érte törölte lopva egy könnyet. A hálószobába érve már hallottuk Miss Stachelt hangját. A fiókokat ellenőrizte, éppen akkor húzta ki Ellen Burns fiókját. Amikor beléptünk, szidalmakkal fogadta Ellent, és kijelentette, hogy holnap büntetésből vagy fél tucat rendetlenül összehajtogatott holmit fog feltűzni Ellen vállára. Igazán borzasztó rendetlen volt a fiókom. Súgta oda Ellen. Rendbe akartam hozni, de megfeledkeztem róla. Másnap reggel Miss Thatcher nagybetűkkel felrajzolta egy darab kartonra. Rendetlen vagyok. És ezt, mint valami zsidó imaszíjat, Ellen szelíd, magas, sugárzóan értelmes homloka fölé kötözte. Ellen estig viselte a szégyentáblát, türelmesen, harag nélkül, mint megérdemelt büntetést. Abban a pillantásban, amikor Miss Thatcher a délutáni tanítás befejeztével kihúzta a lábát a teremből, odaszaladtam Ellenhez, letéptem a fejéről a táblát és a tűzbe hajítottam. A düh, amelyre Ellen képtelen volt, egész nap az én lelkemben izzott. S forró, kövér könycseppek égették arcomat, mert az ő szótlan, szomorú megalása kimondhatatlanul megfájdította a szívemet. Körülbelül egy héttel ezután megérkezett Mr. Lloyd válasza. Úgy látszik, mindenben igazolt a vallomásomat. Miss Temple összehívta a növendékeket, megmondta, hogy nyomozott Jane Eyre ellen elhangzott vádak ülében, és most abban a szerencsés helyzetben van, hogy Jane Eyre teljesen fölmentheti. A tanítónők ezek után kezet fogtak velem, és megcsókoltak. S társaim is örültek, hogy ettől a súlyos tehertől megszabadultam, friss erővel láttam neki a tanulásnak. Minden nehézséget le akartam gyűrni, keményen dolgoztam, s az eredmény arányban állott erőfeszítéseimmel. Emlékező tehetségem elég gyenge volt, de a folytonos gyakorlással megerősödött. Felfogó képességem is élesedett. Néhány hét múlva felvettek egy felsőbb osztályba. Nem egészen két hónap múltán megkezdhettem a francia nyelv tanulását, és rajzolni is tanulhattam. Bevágtam a francia ige jelenét és félmúltját, és életemben először rajzoltam le egy lakóházat, amelynek falai azonban versenyre kelhettek a pízai ferdetulonnyal. Aznap este, amikor lefeküdtem, elfelejtettem gondolatban megsütni a krumplit, megenni a fehér kenyeret és meginni a frissen fejtejet. Ilyen képzelgésekkel szoktam kínzó éhségemet csillapítani, ehelyett azzal szórakoztam, hogy magam rajzoltak képekkel népesítettem be a sötétséget. Házakkal és fákkal, festői sziklákkal és romokkal, legelésző nyájjal, rózsabimbók felett lebegő pillangókkal, érett cseresznyét csipegető madarakkal, fészkekkel, amelyekben az ökörszemek apró gyöngyökhöz hasonló tojásokat raktak. És ezeket a fészkeket a borostyán zsenge indáig koszorúzták. Majd azon tűnődtem, vajon le tudom-e valaha fordítani azt a kis francia elbeszélést, amelyet ma Madame Pierrot-val olvastunk. De közben elnyomott az álom.
Bölcsen mondotta Salamon, többet ér egy marék fű, ha szeretettel adják, mint egy hízott ököl szeretet nélkül. Már ott tartottam, hogy el nem cseréltem volna Lowood nélkülözéseit, Gateshead minden kényelméért és pompájáért.